A bárányhimlő elleni oltás is kötelező lesz szeptembertől, ezt múlt héten jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. A teljes körű védettséghez két oltásra van szüksége a gyermekeknek. Az elmúlt években volt, hogy rekordot is döntött a bárányhimlős megbetegedések száma. Éves szinten közel 40 ezer jelentés érkezik a megbetegedésekről, de a valós adat ennek akár a duplája is lehet. A fertőzés klasszikus szezonja a tél és a tavasz. Ez a cseppfertőzéssel terjedő betegség az egyik leggyakoribb a gyermekek között. A bárányhimlő átlagos lappangási ideje 14 és 21 nap között van, hólyagos kiütésekkel, az első hétben pedig lázas panaszokkal jelentkezik. A legtöbb gyereknél viszont napokkal előtte már fejfájás, szédülés és rossz közérzet jelzi a fertőzést. A betegség elleni védőoltás több mint 20 éve elérhető hazánkban. A megbetegedettek közel 80 a 15 év alatti gyermek, ám világszerte tapasztalható, hogy az elmúlt 20 évben a betegség kitolódott a serdülőkor felé, és ezzel párhuzamosan nőtt a komplikáltabb, kórházi ellátásra szoruló esetek száma. Dr. Újhelyi János gyermekorvos visszatérő régi megszokott vendégünk itt a 35 perc műsorban és egyéb műsorainkban is köszöntöm. Többször is beszéltünk már korábban is arról, hogy régóta kardoskodik azért, hogy ez a varicella nevű védőoltás kötelezővé váljon. Mi volt az, ami orvosilag ezt indokolja? Ugye a gyakoriságról a bejátszásban szó esett, de mi az, ami ezt orvosilag Igen. Is a gyermekorvos sajnos ugye nem csak az enyhe esetekkel találkozik, hanem a súlyosakkal is, és ugye tudomásunk van róla, hogy addig még nem volt védőoltás, még a nagycsaládos szülők a gyermekeket egymáshoz fektették, meg átjött a szomszéd is, hogy gyorsan átfertőződjön, hogy, hogy gyors, gyorsan túl legyenek, mert ugye dolgozni kellett, ugye egy hosszabb lefolyású betegségről van szó. Igen, ám csak csak vannak súlyos esetek. Például az, az immunhiányos vagy immungyenge gyermekek esetében, de teljesen kiszámíthatatlan a lefolyás, és egy-egy alkalommal agresszívebbé válik ez a vírus. és idegrend... Az... El hát elbibézni? nagyon sokfajta szövődményről van szó, hisz itt a, ezek a nagy vírusok bejutnak a vérbe, és a véren keresztül a szervezetet elárasztják vírussal, de milliárd Vírussal. És a szervezet ellenálló képességétől függően ezek megtapadnak, és, és ugye hat, sokszor fatális következményt hoznak. A legsúlyosabbak az idegrendszeri szövődmények, aztán, hát, mint ahogy említettem, minden szervet elérhet, a másik az, hogy óhatatlanul, mondjuk korábban még amikor nem tudják, hogy a bárányhimlő bent van a szervezetben, nagyobb acska gyerekek szalicilsav tartalmú, a kalmopirin, aspirin tartalmú univerzális szereket véve, vagy hát kapva, olyan súlyos betegségeket tudnak összeszedni, vagy egyáltalán beleszaladni, ami fatális, akár halálos is lehet. Tehát számtalan lehetőség van a szövődményre, és valójában ez a legfontosabb, amikor egy új védőoltást bevezet az állam, hogy kiszámolja, hogy a, hogy a haszon és a kockázat alapján ugye már régen meg lehetett volna ezt tenni, ha csak ezt kellett volna mérlegelni, de gondolom, hogy az államnak most jutott el, hogy anyagilag is értékeli ezt a dolgot, és sokkal jobb egy betegséget megelőzni, mint akár egyetlen egy veszteséggel is túlélni. Elhangzott a bejátszásban, hogy érdekes módon egyre későbbi életkorban jelentkezik a bárányhimlő, és ez egyre súlyosabb. Mi lehet ennek azokkal? Igazából ö... Én ezt nem tudom megerősíteni teljes mértékben, mert mindig is a kis gyerekeknek a betegsége ez, hatalmas a fertőző képessége. Csak mondok egy példát, hogyha egy helyiségbe egy fél órát tartózkodik egy bárányhimlős gyerek, az biztos, hogy az ott fogékony és várányhimlőn vagy védőoltáson átnemesett gyerekek, felnőttek, mindegyike elkapja. Azt gondolom, hogy ennek, hogy egy kicsit későbbi életkorban tolódik ki, az lehet az oka, hogy hála Istennek, ugye mint mondtuk, hogy 15-20 éve már forgalomban van a védőoltás, és ugyan térítéses, de sokan éltek vele, ezáltal egy bizonyos korosztály vagy gyerekek le voltak védve, és azok, akik védtelenek és nagyon nagy mennyiségű vírussal érintkeztek, és még eddig nem estek át, az bizony elképzelhető. Kaphatja. És azt kell tudni, hogy minél fiatalabb korban ö, 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 kapja el a betegséget, talán-talán azt mondhatnánk, hogy annál enyhébb lefolyású, és minél inkább a fiatal felnőtt kor, vagy felnőtt kor hát, annál a súlyosabb. Szülő, aki, akinek nem volt gyerekkorában, és a saját lefolyás. gyerekétől kapja el, az nagyon De, kellemetlen. Így van, és az a helyzet, hogy mindegy az, hogy melyik korosztály, mindegyikben vannak nagyon súlyosak, és elmúlt évben is itt az, a kórházban, és több olyan gyermek nagyon életveszélyes állapotba került egy úgynevezett banális fertőzéssel. Tehát végtelenül ennek a döntésnek. A horvát Ildikó államtitkár, mikor bejelentette, biztos minden gyermekorvos újongott, mert ez itt van a helye, és mivel minél hamarabb védeni kell a gyermekeket, ez egy év alatt nem célszerű, mert az anyától hozott ellenanyag esetleg még ott belejátszik a védelem ki alakulásában, viszont ebbe a korba van több oltóanyag is, és ezért majd a megfelelő hatóságok pontosan beosztják, hogy mely időpontban lehet kezdeni. Azt kell tudni, hogy ez felmenő ágba fog történni, tehát most a három évesek nem fogják megkapni, csak aki eléri mondjuk a 13 hónapos kort, akkor azt kapja először, és esetleg utána 16 hónapos korba kaphatja, vagy a minimum az, mondom, hogy két hónap elke, vagy egy hónap el kell, hogy teljen a két oltás között, ugyanakkor meg egy másik élő vírussal, például a kanyaró vírusával, amit 15 hónapos korban adunk, vagy egy időben adható ez a védőoltás, vagy minimum egy hónap eltéréssel. Tehát a pontos időpont még nincs megadva, majd ezt megkapjuk. A lényeg az, hogy egy éves kor után a eddigi információ szerint 13 16 hónapos korba fogjuk elkezdeni, és felmenő rendszeresen. És kettő daraboltásról van szó. Mennyire biztonságos ez a védőoltás? Nagyon sokat cikkeznek mostanában az oltás ellenességről, és nyilván ennek elsősorban az a háttere, hogy maga az oltás szövődményétől vagy kockázatától féltik a szülőket? A Ehhez csak annyit tudok mondani, hogy amikor a védőoltás megjelent ezelőtt, 15-20 éve, akkor egyetlen egy vakcinát adtunk, és elég biztonságos volt, és egy életre szóló védelmet biztosított. Ezek legyengített vírusok, megfelelő technikával kell beadni, nyilvánvalóan bizonyos betegségekben nem adható. De... nem ismerek olyan reakciót, ami ennek a védőoltás eredményeként alakult volna ki. Az immunhiány, ami ilyenkor nagyon veszélyes lehet, hisz élő kórokozót adunk, tehát meg tudjuk betegíteni a gyermeket vele, az azért 15 hónapos kor, egy éves korra kijönne, mert az az gyerek újszörött kortól állandóan beteg, nagyon súlyos, annak nem lehetne, nem lehetne adni. Tehát én nem ismerek oltás és szövődmény. És azzal kezdtem, hogy korábban egy oltást adtunk, mert elegendő, de olyan jó sikerült legyengíteni ezeket a vírusokat, a védőoltóanyagot, hogy kiderült, hogy egy ö, oltóanyag már nem elég, és ezért voltak ilyen átütéses ö, v, ö, kiütések, tehát hogy az oltás ellenére is megjelent, hogyha nagyon sok vírust akvirált a gyermek, ezért döntött a gyártó, hogy a két oltás ö, az a tökéletes védelem. El lehet hinni, hogy ha két hónapban az ellenanyag szint megfelelő magasságot ér el, akkor ez már biztonságos. Két oltás után én még nem láttam kiütést, és ezért van ez a két oltás. Tehát annyira le vannak gyengítve ezek a vírusok, hogy éppen csak azt tudja elérni, hogy az ellenanyag szintet megemeli, hogyha találkozik ezzel a vírussal egy gyermek egész élete során, akkor nem lesz beteg. Van-e a tarsójában következő javaslat másfajta védőoltás tekintetében? Nem csak nekem, hanem a gyermekorvosok, akik alapellátásba dolgoznak, nagyon örülünk minden új oltóanyagnak, ami a magyar oltási rendszert még tovább javítja, ahol, ami a világon az egyik legjobb, egy 98%-os kötelező átoltottsággal mi toronymagasan vezetjük a világranglistát, és ez nagyon jól meg is mutatkozik, gondoljunk csak, csak Amerikába vagy Nyugat-Európába kanyaró járványokra, ahol hiába fejlett ország, nagyon sokan meghalnak tehát új oltások is jöhetnének. É, elsősorban én egy Uradás elleni védőoltásra gondolok, amit ugyanaz az állam a meningokokusz C vakcinával biztosít, de ott ö, több törzsről van szó, amely nagyon agresszív betegséget tud okozni. Ö, ennek van egy olyan ö, oltóanyaga, ami négy komponensű ö, meningokokusz törzseket tartalmaz, és a Körülbelül a betegségek felét egy B-típusú törzs okozza, amelyre már van oltóanyag. Igaz, hogy elég drága, és tudjuk azt, hogy bizonyos országokban ezt adják, szívem szerint azt vezetném be legközelebb. Úgyhogy aztán, ugye, ha gondolunk arra, hogy a hogy a kullancs okozta agyhártyagyuladás, agyvelőgyuladás lehetősége is itt van a nyakunkon, hisz nyugatról, Ausztria, Németország felől szűrődnek be a fertőzött kullancsok, és az embereknek a mobilitássága már egészen hát, nagy. Én azt gondolom, hogy azt is meg lehetne fontolni és hát ugye nem beszéljünk a szezonális influenza oltásokról, ami hál' Istennek megy, azt is még egy kicsit lehetne forszírozni. Dr. Újhelyi János, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este.